Na, hello mindenki, itt Tiki volt, és ez itt a Minecraft Agrarian Skies, egy Minecraft hardcore modpack sorozat. Következő epizódja, ami nem tudom, hogy hanyadik rész. És nem tudom, hogy az előző részben hol hagytuk abba. Azt hiszem, ez a gyümölcsös, ez még nem volt meg. Csináltam ide egy kis sétányt, remek érzéssel a pont a havas bajomra. Mindegy is. Arra fogunk majd terjeszkedni, mert arra nincsen hó. De vannak itt ilyen gyümölcsfáink, tudunk eszegetni a fáról narancsot, barackot, illetve, ha minden igaz, cseresznyét. Így van. Szóval itt van egy ilyen kis sétányterület, itt majd lesznek méhecskék, meg minden ilyesmi a jövőben. Ami még nem volt meg talán az előző epizódban, az ez a helység, ahol majd ilyen automata crafting szisztemet, automata crafting rendszert terveztem. Viszont, ha jól emlékszem, akkor itt valamilyen nehézségbe ütköztem a tesztelés folyamán. És nagyon vissza kell majd térni ehhez a játékhoz. Imádom ezt a modpacket, és nagyon bánom, hogy régóta nem játszottam már vele. Olyannyira rég, hogy nem emlékszem tényleg, hogy hol tartottam, vagy mi volt a következő cél. Oké, szóval kitaláltam egy rendszert, ami talán működhet. Az fog történni ebben a kis automata gyártó szobában, hogy különböző eszközeket lepakolunk, mint például egy ilyen automata kraftoló berendezést, amiben berakunk egy úgynevezett szkematikot, tehát egy tervrajzot, ahol gyakorlatilag egy craft recept bele van programozva, vagy le van írva erre a papírra, és ennek az eszköznek van egy inventória, feltöltjük a megfelelő alapanyaggal magát az eszközt, ő pedig, amikor éppen szükséges, akkor le fogja kraftolni a receptben leírt egyetlen egy féle cuccot. Ebben az esetben ez egy Fruix Dust lesz, amit ugye kétféle kvarcból, nyers műanyagból és redstoneból kraftolunk. No de, ez a végtelenségig kraftolná, vagy ameddig van energiája, vagy ameddig ki nem fogy az inventoriából valamelyik alapanyag. Ezt úgy akadályozzuk meg, hogy itt mögötte van egy redstone level emitter nevezetű eszköz, ami igazából csak annyit csinál, hogy figyeli a mesterséges intelligenciás tárolórendszer inventoriát, és azt mondja, hogy ha 512-nél több ilyen Fluix Dustunk van, akkor ő kiad magából egy redstone jelet, ami megállítja a kraftolást. Ennyi történik. Ugyanez a helyzet egy pulverizerrel, ahol egyszerűen csak darálgatjuk folyamatosan a nether kvarcot, egészen addig, amíg nem lesz 512 darab nether kvarc por a rendszerben. Ugyanezen az elven fog működni minden, rakunk majd ide további pulverizereket, további autocraftereket, rakunk majd ide redstone furnace-eket, mi az redstone kemencéket, és mindenféle egyéb dolgot, több sorban, akár még emeletesen is megoldva a dolgokat. Azokat fogjuk itt kraftolni, amiből rengeteg dolog kell. Illetve amiből rengeteg kell. Észrevettem, hogy rengeteg-rengeteg nyers ércünk van, ugye lent termel nekünk ez az automata bányász lézer, végtelen-végtelen mennyiségű. Végtelen-végtelen mennyiségű nyers ércet, amivel nem kezdünk egyelőre semmit. Mostanáig, ugyanis szerintem a mai projektünk az az lesz, hogy ide építünk valahova, hogy hova, azt még nem tudom. Valószínűleg ide. Építeni fogunk egy műhelyet, ahol ezek az ércek kerülnek majd felhasználásra. Le fogjuk őket darálni, és ki fogjuk őket égetni a terv szerint. Úgyhogy álljunk is neki. És miközben a csodás építőmester mesés munkáját nézhetitek timelapse-ben, beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért volt ekkora kihagyás az összes Minecraft sorozatunkat tekintve, azon kívül, amit már több ízben elmondtam, hogy nagyon elfoglalt időszak volt az elmúlt pár hét, pár hónap. Na most, a fő oka ennek,
hogy egy ilyen Minecraft videó elkészítése hihetetlenül sok időt vesz igénybe, ugyanis ahhoz, hogy egyetlen egy projektet elkészítsünk, egyetlen egy projekttel végezzünk, több órányi játék kell, hogy elteljen, ami ugye eredményez egy szintén több órányi videónyersanyagot, ami rengeteg időmire megvágom. Lehetőleg ugye arra kéne szorítkozni, hogy ilyen 15 percnél ne nagyon legyenek hosszabbak a videók, ez nem nagyon szokott sikerülni ugyebár. Szóval, hogy hosszú-hosszú feladat, és szeretném ezeket egy picit kvalitívben megvágni, mint egy átlag videómat, mert szívemben egy apró kis szegletet kimartam a Minecraftnak ezelőtt jó pár évvel. Úgyhogy szeretném, hogy a videók ezt ütközzék. Szóval a rengeteg idő, amit ez elvenne, azt inkább belőlem abba, hogy annyi idő alatt 2-3 más, szintén egészen jó videót el tudok készíteni. Ez volt az oka annak, hogy nem voltak Minecraft tartalmak, viszont most sikerült egy pár hétre előre dolgoznom, videónyersanyagot tekintve, illetve megvágott videót tekintve is. Ezt az időt felhasználom arra, hogy visszatérjek a Minecraft-tal. Hopefully. Viszont itt építmények készültek el időközben, úgyhogy vissza a játékhoz. És elméletileg készen is vagyunk a rendszerrel, amit ide kitaláltam. A helység még nincsen kész, azt majd véglegesítjük, amikor itt beüzemeljük a dolgokat. Viszont amit láthatunk, az rengeteg-rengeteg pulverizer ebben a szobában. Mindegyik a hátsó irányból kap áramot, és alulról fut bele egy cső egészen a lézer bányász cuccunkból, ami most egyelőre még rá van kötve rendesen a régi rendszerre, de mindjárt lekötjük majd róla és beüzemeljük az új dolgokat. Viszont amit még látunk, a pulverizerek ugye alulról fogadják a bejövő itemeket, fölül pedig kiadják a kifelé irányba az itemeket, és ezt itt beállítjuk vákumra, ami elméletileg azt fogja csinálni, hogy minden egyes item ebbe az irányba próbál majd jönni. Tehát nem lesz az, hogy onnan elindul egy item, jön, és megpróbál majd errefele visszatérni valahova, hanem elméletileg minden ebbe az irányba fog terelődni, belejön a chestbe, amit nem tudunk kinyitni, de onnan importáljuk az összes elméletileg összedarált ércet be az okos rendszerünkbe. Ez a terv, és a terv az remek, úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy ezt innen lekötjük, és hogyha ez itt kibányász egy... lehet, nem is kéne ennyi pulverizer. Ja, ezt a rendszert úgy terveztük, egyszerre maximum 2 pulverizerünk működik. Na mindegy, ide majd beküldjük az összes többi itemet. Valószínűleg. Mégpedig egy olyan módon, amit még nem találtam ki. Viszont ezek már ide nem kellenek. Az még ott kelleni fog. Hagyjuk ezt egyelőre így, és majd további funkciókkal bővítjük a rendszert. Most csalódott vagyok, hogy ezt túlterveztem ennyire. Na mindegy, szépen itt visszatemetjük a dolgokat. Egy kicsit kicsinosítjuk a környéket, és visszatérek. És lett is megoldás a problémánkra, ugyanis innen a redstone kemencéket beköltöztettük, 8 darab redstone kemence ide bekerült. Itt a kapcsolatot azt szétszedtem a föld alatti item ductok között, és ebből a chestből fog most már működni a sütögetés. Amit ide bepakolunk, az szépen betöltésre kerül a 8 redstone furnace valamelyikébe, majd amikor kiégett, akkor szépen ugyanazon a chesten távozik, mint amelyik chesten távozott a pulverizerekből az anyag. Akkor már csak a csinosítgatás marad hátra. Rakunk majd ide üveget,
meg mindenféle szép dolgokkal megpróbáljuk kidíszíteni. Megnézem, elvileg lehet különleges lámpákat is kraftolni ebben a játékban. Úgyhogy majd ide kraftolunk valami különleges lámpát, ha már gazdagok vagyunk. No, készen is van a kicsinosított környék. Itt szépen a lézeres dolgok el vannak zárva a külvilág elől, kicsempészve az egész környék, nehogy véletlenül bármi tűzre kapjon. Ez persze nem lehetséges, de valami kis szerepjátszást vigyünk már a dologba, és most vettem észre, hogy nem lett szimmetrikus. Hát nem lett szimmetrikus. Ez nagyon fogja cseszni a szememet. Whatever. És ide bent pedig láthatjuk a kis pulverizereinket, meg a redstone furnace-eket, és most, hogy ezzel megvagyunk, szépen a redstone furnace-eknek a rendszerét azt ki is próbáljuk. Be kéne rakni valamit sülni. Mit kéne kisütnünk? Amit például ki lehetne sütni, az rengeteg gumi. Berakjuk ebbe a kis ládába, és ha minden igaz, szépen lassan elkezdenek majd kivirítani a furnace-eink, hogyha mindent jól csináltunk. Egy már rég is. Kettő, három, négy kis hatásszünet. 5, 6, 7, 8. Elvileg jó lesz. Ezt innen kiütjük. Meg ezt is kiütjük, akkor mi történik? Ó, akkor már túl sötét lesz a terület. Úgyhogy ide csinálunk valami csillárt. Elméletileg ez a csillár be kell, hogy világítsa a környéket. Ide szépen lerakjuk. És így már nem is fognak spawnolni szörnyek. Hát mondjuk ez ide eléggé furán mutat. Mindegy, az ott tökéletes lesz. És minden egy redstone furnace-ünk az nem működik. Na de majd egyszer. Ezzel már egy fokkal közelebb kerültünk ahhoz, hogy ne legyen veszett undorító a terület, ahol élünk. Bár azért van még mindig egy kis kívánnivalót hagy maga után a területünk. És akkor a következő projekt, amit meg kéne csinálni, az az, hogy leköltöztessük az összes ércet ledarálni. De ahhoz van egy küldetésünk elméletileg, amit most szépen le is fogunk adni. A fölösleges dolgokat lepakoljuk az inventoriból. És van nekünk egy olyan küldetésünk. Elméletileg a For the Hoardingban, hogy mindenféle netherből származó érceket kellene nekünk leadni. Úgyhogy ezt meg is nézzük, hogy vajon miből van elég. Nether redstone, nether copper, nether tin, nether lead, nether gold, diamond. Nem tudom igazából, hogy mit kellenek, de leadunk, amit le tudunk. Kell még vas, kell még arany, lapis, kobalt, ardit. Hú, abból nem túl sokat szereztünk eddig. Lehetséges, hogy itt tiltó listát kéne kialakítani bizonyos érceknek. Igazából senki nem akar ennyit szenvedni. Vagy hagyni a fenébe az egészet, és majd lemegyünk a netherbe, és bányászunk magunknak. Valószínűleg ez lesz a megoldás. Úgyhogy fogjuk magunkat, és minden ércet, ami csak a birtokunkban van, azt fogjuk magunkat és leköltöztetjük. És eddig tartott az elzárás egyébként. És így már elméletileg ki lesznek használva a pulverizerek is. A következő projekt az az lesz, hogy az ebből származó nyersanyagot hova fogjuk elrakni. És így, hogy hozzáadtunk extra betákokat, így elméletileg mondhatjuk azt, hogy itt alumínium, vas és kopper termelődik, úgyhogy az
alumínium dust is, meg a vas dust is ide érkezzen. A gold az pedig jöhet ide. És akkor elméletileg innentől kezdve bármilyen nyers ércünk termelődik, az mind a két smelteri valamelyikében fog landolni. Mi pedig azt fogjuk csinálni, hogy teljes legyen a kör, és teljesen bezárulhasson a kör, minden egyes ércnek adni fogunk egy ilyen kimenet tartályt, ahova szépen azonnal bele is tölthetjük a folyékony ércet, aztán azt pedig importálhatjuk a rendszerünkbe. Szerintem erre itt most egyelőre nem lesz szükségünk, úgyhogy ennek a helyére, hogyha már ez itt az érces feldolgozó üzemünk, akkor ennek a helyére telepítjük is ezt a rendszert. Szóval, készen is van a rendszerünk. Szépen egy kábelen keresztül, itt be vannak kötve folyadék exportáló kimenetek. Mindegyiknek beállítunk egy-egy folyadékot, ez alumíniumot, ez koppert, ez vasat, ez olmot, ez nikkelt, ez shinyt, az nem tudom mi. Ez pedig ezüstöt fog exportálni, ezt a kettőt meg fent tartjuk még két maradék ércnek, ami nem jut eszembe, hogy mi az, amit még nem exportáltunk. Szépen minden egyes hordó meg fog telni az adott érccel. Lehűl, alatta a hopperek összeszedik, beküldik ebbe a chestbe, ahonnan pedig importáljuk a rendszerünkbe. Ilyen módon szépen gyorsan mindenből a megfelelő fém blokk keletkezik majd a rendszerünkben. Ezután, amit meg kéne még csinálnunk, az az, hogy ezeket a fém blokkokat automatikusan átalakítsuk. Fogunk egy adag Cyclic Assemblert. Cyclic. Így is van. Lerakunk belőle 9 darabot. Kell 9 darab export és 9 darab import busz. Ezeket szépen le fogjuk pakolni. Az exportokat ide. Szépen sorba a hátuk mögé. Az importokat pedig eléjük. Kelleni fog egy adag borderstone. Kelleni fog egy adag schematic. Kelleni fog minden egyes fémblokkból egy darab. Megvannak a schematicok, és kelleni fog a level emitter. Abból is egy jó adag. Lepakoljuk a borderstone-okat, mögéjük lerakjuk ezeket a jeladókat. Ezután az export buszokba bepakoljuk a megfelelő fém blokkokat, amit majd exportálnia kell. A fölöttük lévő level emitterbe beállítjuk, hogy mely fém ingotokat figyelje, nyilván megegyezően a fém blokkokkal, ami alatta exportra kerül, és minden egyes Cyclic Assemblert beállítjuk úgy, hogy a háta mögül várja a betápot, előre tolja ki a betápot, illetve, hogy mely fém blokkból, mely fém ingotokat kell, hogy kraftolja, ha tudja. És nagyjából ennyi. És elméletileg innentől kezdve elértük azt a szintet, hogy minden egyes ércet, amit bármilyen módon, akár a szitákkal, akár ezzel a csodálatos lenti bányászgéppel megtermelünk, azt 100%-ban feldolgozzuk, és vagy blokkként ott, vagy pedig ingotként idebent köt ki. Ami igazából tök jó. Szóval elméletileg, miután minden egyes nyersércünket leköltöztettük már a lenti daráló rendszerbe,
Elméletileg, hogyha ide beírom, hogy or, akkor kizárólag azokat találom, amik nem feldolgozhatók. Ugye a cinnabar, a rutile és az apatit az nem ledarálható, ők ezért vannak itt, illetve valahogy a szitálásból még került ide hozzánk valami ilyesmi. De ez olyan minimális mennyiség, hogy ezzel nem is fogunk törődni. Tehát a terv sikerült, a terv működik. Jelen pillanatban sehol nem áll a munka elméletleg. A Timből van több mint 1024 a tároló rendszerünkben, úgyhogy tint azt például már nem készítünk automatikusan, alumínumot sem, olmot se, úgyhogy ezek a blokkok szépen itt elkezdenek majd gyűlni egészen addig, amíg az okos rendszerünkben 1024 darab alá nem csökken az adott érceknek, illetve az adott fémeknek a száma. Király! Szóval ezzel elérkeztünk ennek a videónak a végéhez, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, de persze nyugodtan diszlájkolhatok is, de kommentben mindenképpen jelezzétek azt, hogy tetszik-e nektek ez a modpack, kipróbáltátok-e már esetleg a Minecraft Agrarian Skies-t, vagy bármelyik másik modpacket, illetve nektek mi a kedvencetek. Szívesen meghallgatok egyébként javaslatokat is, mert szeretem a Minecraftot, még jobban a modokat. Oh boy, nagyon hosszú volt ez a szünet. Nagyon vissza kellett már térni a Minecrafthoz. Iratkozzatok fel a csatornára további videókért, potenciálisan Minecraftért, és mi pedig találkozunk egy következő videóban, livestreamben, közösségi bejegyzésben, vagy egyébként Instagram posztban, mert vannak Instagram posztok. Egy már van. Megint hosszú lesz az autó. Találkozunk legközelebb, érezzétek jól magatokat, sziasztok!